Szombat délben eltört a Sín, Szabadbattyán és Kiscséri puszta között, így leállt a forgalom a dél-balatoni vasútvonalon. A MÁV pótlóbuszokkal szállítja az utasokat Székesfehérvár és Lepsény között. A MÁV Inform szerint a pályahiba elhárítása az éjszakai órákig eltart, ezért a dél-balatoni vonalon vasárnap hajlanik pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra, jelentős késésekre és egy-két órával hosszabb eljutási időre kell számítani. A tájékoztatás szerint a Budapest-Nagykanizsa, illetve Budapest-Keszthely szakaszon minden vonat helyjegy váltása nélkül igénybe vehető. Székesfehérvár és Lepsény között átszállással kerülő útvonalon is lehet utazni, Székesfehérvár és Csaják között motorvonatok ingáznak, Csaják és Lepsény között pótlóbuszok járnak. A dél-balatoni vasútvonal nyáron az ország második legfontosabb vasútvonala.